Sziasztok, Zaglóba vagyok, ez pedig itt nem más, mint az Európa Barbarorum 2, abból is ugye a germán kampányom. A római kampányomról annyit, hogy nem nagyon halad, inkább ezt viszem, majd az is fog haladni természetesen. Na itt megcsináljuk a szokásos Ctrl A M-et, minél kevesebb egységgel kelljen foglalkozni. Hát, még mindig nem döntöttem el azóta se, hogy itt mi legyen ennek a sorsa. Az uralkodom legalább elég jó tekintélye rendelkezik. Még mindig van egy katonai csillagja, ami számomra, megmondom őszintén, hihetetlen, mert... Jó, mindig van egy 4 csillagos is. Hát, ezt gondolom én, ez a regionál pacification. Hát ez szó szerint az, amit jelent. Tehát ez pacifikálni a régiót. És ugye akkor van az, hogy itt van, utána jön ez. Ez a személy, ez a félautomata verzió. Vazallus állammá tenni. Elég jó egyébként ez is. Itt csökken a törvény, csökken a boldogság. Igen, nem rossz. Hát kutya legyen a talpának, ilyen helyzetben dönteni tud. Itt mindig nagyon meg kell gondolni azt, hogy mire van szükségünk. Tehát nézzétek meg, hogy itt azért vannak ennek a szövetségi rendszernek jó tulajdonságai, de vannak hátulütői is. Ugye nem lesz teljes jogú biroda vagy tagja az országnak. Teljesen más épületet országnak, a törzsünknek. Nem olyan épületeket, nem olyan egységeket tudunk ott képezni, mint egy teljes jogú tartományban. Szóval oda kell figyelni, hogy mit, hol, merre, meddig. Ingyen eltartható egység nincs is, vezetett le. Szépen leszereljük. Ennyi. Na, hát hoppá, ott mégis van egy. Oda beküldjük, mondjuk ezt a lángyás egységet. Ingyen eltartja? Így van, free upkép. Megnézzük azért biztos, hogy ingyen van-e? Ingyen, nagyszerű. A kémünket pedig küldjük el. Ez mindig az én területem? Nem mondod. Szóval ennyi, ez Skandinávia. Ezzel a területtel akkor ennyi Skandinávia? Így van. Jó, tehát Skandináviában nincs több település, úgyhogy a kémünket oda küldjük. De... azért, hogy biztosak legyünk a dolgunkban, egy egységet kiküldünk. Őrhelyeket létesíteni. Mert anélkül nem lehet. Jó, szóval tulajdonképpen én most Skandináviát foglaltam el, és nem is ezt a... Én azt hittem, hogy itt ez még az enyém lesz legalább ez a sziget, de ez már nem az én szigetem. Marha jó megoldás. Jó, mindegy, legalább láttatok, hogy az 50. körre legalább fejlődök. Talán most már nem fog 50 körig tartani elfoglalni ezt a dán félsziget csúcsán lévő várost. Nyomassuk. Diplomatám közben ott lent délen, Lubickol, Dél-Itáliában, egy számolja, hogy egy germán jól érzi magát. Főleg, hogyha eléggé ápolt ad a külsejére. Bár hogy germánok nem arról voltak híresek. Na. 64%, az kevés lesz. Oké. Ide is rakjunk egy ilyen Watchtower-t. Kár, hogy nem lehet katonai távot létrehozni. Hoppá, ott is van valami. Akkor oda el kéne küldenünk egy... jászt. Na, küldünk könyvjogságot. Na. Az is legalább ingyen eltartható. Ott is egy. Hát szét kell küldözgetni, hát akkor várjunk csak egy kicsit.
Küldözgessünk szét embereket. Hát, pacifikáljunk, nincs más lehetőség. Most hát van más lehetőség, de... Legyen a miénk az a régió. Stabil hátországot akarok, ha majd Közép-Európa felé fordulok. Meg ugye addig nem fejlődne a maga a tartomány, ugye most elég nagy a romb... Három körig, azaz 9 hónapig pusztítottam a tartományt az ostrommal, és 504-es... Minusz 504 is a mértéke ennek az általam elköltött totálmas pusztításnak, úgyhogy megint várni kell, míg ez csökken. Közben helyőrségi alakulatokat helyezek el ezekben a településekben. Itt lesz 1-2-3, meg is szabadulok a 3 velem jövő egységtől, utána majd egy egységet meg elküldök oda föl. Nézzük meg, milyen zsoldosok vannak. Sima germán lovasok, illetve lándzsások. Még egy egységet. Hát egy íjászt elküldünk oda föl, lesznek ilyen skandináv Robin Hood egység, oda föl, abba a városba. Mire eljut oda, az 6 év, vagy 6 kör, bocsánat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Másfél év, mire eljut. Hihetetlen. Hihetetlenül realisztikusra van meg elkészítve ez a mód. Még mindig a lehet egyik legjobb módok egyike. És jó, hogy annyira nincsen szétszkriptelve. Jó, mondjuk a Medivh 2 motorjában azt hiszem ugye nincs szükség annyira erre a szkriptelésre. Vagy hát látványos szkriptelésre. Szóval, ugye az, aki emlékszik az első EB-re, az pontosan tudja, hogy... Hogy ott nem lehetett úgy kört abszolválni, hogyha nem egy városon hagytad. Lehet a partvidéken kéne menni? Nem. Ha nem hagytad egy városon a... ezt a kurzort, ezt a kijelölőt, akkor 570 megint nőtt. Hihetetlen, hogy mielőtt csökkenne, nőni kezd. Na mindegy. Szóval, hogyha nem hagytad a városon ezt a kijelölő négyzetet, hihetetlen be tudtam menni. De tele van ez a város. Ez mi? Kimberek. Teuton Tribe. Jéééé. Angelek. Hát az nem semmi, na. Háromféle törzsi kultúra jelen van. Ez biztos? Hát igen, Forest Tribalism, illetve Európán. Tribal State. Jó, megint elfelejtettem, hogy mit kezdtem el mondani. Ezt tényleg ki kéne, ezt védjegyemnek kéne most már beállítani. Valamit annyira elkezdek mondani, és elég egy... Csak annyi, hogy rákattintok valamire, és meglátom, hogy nem ott van, vagy nem, vagy máson ott. És abból a pillanatban elfelejtem, hogy miről kezdtem el beszélni. Tényleg, ezt én nem veszem észre, vagy hát úgy nem veszem észre, hogy... Nem tudom lekontrollálni ezt. Szóval már sok videómban észrevettem így utólag, de... Mindegy. Majd talán megint eszembe jut, hogy mit akartam mondani. Na, harcoljunk tovább. Az a nagy büdös helyzet, hogy most... Ugye a 70. és 80. környékén jutok el odáig majd, lehet, hogy addig se, hogy egy olyan sereget tudjak felállítani, ami... Hát
ami képes lesz bevenni ezt a várost, de megpróbálom majd. Na, nézzük meg egyébként, milyen ügynökeink vannak. Elvileg nekem most már itt tudnék. Hoppá, hoppá, hoppá. Farming, egyértelmű. Jó, az nem volt hülyeség, hogy pacifikáltam ezt a régiót. De annyival nem csökkent drasztikusan a morál se. Elég jó. Elég jó döntés volt ahhoz képest. A diplomatámat, na látjátok, nálam ez. Szóval... jó, itt egy helyben áll, szóval nem fejlődik, mint mondjuk a Rómban. Vagy a Rómban? Róm 2-ben, vagy a... Mondjuk a Róm 2-ben nincs is szükség diplomatára. Én mondjuk ezért jobban szeretem a diplomatát. Szerintem sokkal realisztikusabban működik így egy diplomata, mint a Róm 2-nek a diplomáciai rendszere. Egy diplomata fontos személyiség volt az ókorban, sőt, szinte mindenkorban. Hát mostanában ugye a mai felhígult Ládinu, meg full liberális, meg ilyen, meg mit tudom én milyen liberális, meg világban egy diplomata, hát főleg egy, ugye láthattunk példát a magyar diplomaták semmibevételére is például, ugye nem olyan régen, meg amúgy is ez az egész politika egy olyan szintre ment el, ahol ugye én mondjuk nem is tartom komoly politikusnak azokat, akik mögött nem áll egy komoly állam. Szóval sajnos Magyarország is például elért arra a szintre, hogy mivel már a múlt büszkesége sem áll mögötte a jelenlegi kormányoknak, ezért teljesen tekintélyét vesztette. Mint politikailag, mint gazdaságilag, mint a bármilyen szinten a magyar politikai, illetve államhatalom. És sajnos a magyar emberek többsége sem érett meg arra szerintem, hogy ezen változtasson, vagy akarjon változtatni. De hát most én meg, vagy mi páran nem... Nem valószínű, hogy mi már meg fogjuk próbálni. De sose lehet tudni. Na mindegy. Megint érdekes eszmefuttatás részemről. Fogalmam nincs egyébként, hogy azelőtt, hogy mielőtt ezt elmondtam, miről beszéltem. Nem is érdekel, megmondom őszintén. A kampány fut. Pörögnek a körök. Ennyi, ez a lényeg. Na te jasszoljál be oda. Ingyen eltart vajon? Így van. Ti meg mentek oda. Hú, partvonalon tud csak menni. Nem baj. Ebb azt is felderítjük. Na, titeket már nehogy elkapjon valami lázadó sereg az erdőbe. Kár időre nem vittem vezért. Ez még az én területem, de az már nem. Yeah. De jó, hogy nem tudom megmondani. Nem, az már az övé. Hát ismét egy lassabb birodalom építős részhez érkeztünk. Aha, itt már jönnek a finomságok. Karaván út, ezt már láttuk, viszont ezt még nem, ezt majd a következő körben akkor egy kikötőt szépen felhúzunk. Hát megnézegessük Rómát, hogy miket csinál. Az igazság, hogy el kéne indulnom lehet a keletre, vagy nyugatra. Hát Hispánia annyira nem, tényleg nem érdekel. Meg kéne nézni Pannoniában milyen nagy helyzet, úgyhogy elindulunk arra felé. Közben megnézzük, mi van Rómával, ott egy hatalmas római sereg. Már Patáviumot ostromolják, szóval... Rómát nem kell félteni, na. Oké, megnézzük, hogy Róma kivel állhat, mert nagyon kíváncsi vagyok.
Érdekes módon, ja, hát igen. Ja, jó kis állóháborúk alakulnak ki, én megmondom őszintén, ezért szeretem ezt a módot. És hihetetlen békekötés. Na igen, megint kaptunk egy fickót. Hát az nagyon jó. Szóval itt nem nincs családfa, kapjuk az embereket, a vezéreket. Marha jó. És Rómában viszont volt családfa. Ez hatalmas családunk volt. Úgy gondolom, hogy én ezt a vezéregységet csak idáig viszem. Itt még létrehozok egy pár őrtornyot. Hoppá, 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 hoppá. Itt lesz még egy város valahol. Vagy? Milyen zsoldosok van? Vagy? Hú, de jó lenne még ott egy város. Az már plusz egy bevételi forrás. Megszálljam itt a sziget világokat. Az a baj, hogy megjelennek a szarmaták. Vagy Finnországot lehet, hogy el kéne foglalni. Viszont akkor most nem tudom létrehozni a kikötőt, akkor majd a következő kör. Nem, azt mondja csak két kör múlva. Be fognak indulni az események, van egy olyan érzésem. De tényleg ugye a... Nem is tudom, melyik mód írta régen azt. Talán a szárektum. Még az 1.6.a. Vagy a 2.2. De le az is lehet, hogy a sima LB. De az is lehet, hogy nem is ezek a módok közül egyik se, hanem valamelyik teljesen más. Azt tudom, hogy a Last Kingdom az írta. Lost Kingdom, bocsánat, mindig Last Kingdom. Hogy a Lost Kingdomban ott írták a készítők, hogy várni kell az első 30-40 körig, míg tényleg a mód scriptjei meg minden igazából elkezdik éreztetni a hatásukat. Valami ilyesmit érzek itt is, szóval... Hát az, hogy Róma ilyen agresszívan terjeszkedik, az valami elképesztő, szóval... Mondjuk jó, én lassabb játékmenet vagyok szokva. Mediolanumot még biztos nem foglalták el, így van. Jó, megnézzük, hogy Massilia... nem, megyünk Pannoniába, ugye azt akartam. Megnézzük, mi van itt a Dunánál. Szerintem azt látom onnan a tengerről is. Még elmegyünk, megnézzük, hogy mi van itt, mert nem szeretném, hogyha meglepetés érne itt. Valamelyik oldalról. Szerintem ott nincsen, ott nem lesz több település, az csak annyi, hogy oda nem tudok bemenni, és azért szűke. De se baj, jó lesz ez így. És ugye láthatjuk, hogy tényleg amint elértem arra a szintre, hogy két városom van, mindegy gyorsabban, gyorsabb fejlődés predesztinálható. Ez nem fog sikerülni, de sikerült, hihetetlen. És ott már egy Lugian azt a szint látunk. Jó lenne, most már még egy kém, most már kell a kikötő. Jó, ezt a kikötőt még megvárom, míg felépül meg, amíg a kiépítem a megfigyelő állomások rendszerét Skandináviában. És akkor talán a következő videóban fel tudok készülni az északi város bevételére. Ha minden jól megy. Közben folyamatosan teszem be az egységeket, amiket ingyen tartok el, így egyre jobban növekszik a bevétel. Azt szeretném még ugye megvárni, hogy itt szinte a Devastation teljesen eltűnjön, már csak 333. Úgyhogy ez már rendkívül jó. Itt elvileg még egy megfigyelő posztot létre kéne hozni, így van. Nagyszerű. Jó, a skandináv partvidék biztosítva van. Hát egy része. Fogalmazzunk így. Három vezér.
Két vezér ott a hatodik. Összevonni még nem lehet őket sajnos. Itt közben békekötésekre került sor. Görögök. Úgy látszik még tartják magukat. Menjünk el, akkor Pannoniába. Hát egy boi sereggel ütköztünk szembe. Itt pedig még egy szabad népvárosa látható, amit gondolom már megpróbáltak ostromolni páran. Nem nagy sikerrel eddig. Há, tudtam. Inkább arra gondoltam, hogy ki is nyírják, de... Ribbletown. Jó, akkor menjünk el a kis Ázsia felé most. Mibe ütköztem bele? Boy. És amint látjátok egyébként... Szóval mások se nagyon terjeszke... Hoppá, mondjuk itt már egy elég nagy sereg. Hát, és pont a... Szerintem a frakció vezetőjével találtuk szembe magunkat, bár nem, mert hűsége van, úgyhogy ez nem... Hát, és most mondtam, hogy nem igen terjeszkednek ugye a... Úgymond ellenségeink, hát... Láthatjátok a gyönyörű ellenpéldát, hogy... Ugye mondjuk Hard-Hardon... Az ellenségünk már olyan... Olyan akkora csapatokat tart, bár lehet, hogy csődben van. Ugye, amint láthatjátok, én nem szoktam használni például ezt a funkciót. Mert egy csalásnak tartom, szóval nincs értelme. Nézzük meg a financiális dolgot. Hát rosszabbul állnak, de nincsenek csődben. Én csak ennyit akartam tudni. Jó, hát... Szerintem elég érdekes kis kampány elé nézek még így is. Itt közben megnézem, hogy... Igen, látjátok, hogy ennyi volt az első nagy építkezési hullám. Fölhúztam ezt a... De nézzétek meg, hogy milyen szép egységkártyák vannak betéve egyébként. Hogy felhúztam ezt a föltisztítás dolgot, meg ugye magát ezt a vazallus állammá való... Hát... Vazallus... állam... létrehozásának egységkártya, vagy kártyáját, vagy most már nem tudom mit mondjak erre. És akkor induljunk vissza a vezérrel. Itt sajnos nem tudok keresztül menni. De itt most elértem azt, hogy... Mégis négy egységem ingyen. Hát öt egységem ingyen ingyen állomásozik. Úgymond. Az észak-germán birodalom területén. De jelenleg nem állok készen egy invázió lefolytatására a kimberek fővárosa ellen, de a következő videóban ezt is látni fogjátok. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!